Magyarország elérte a járvány előtti teljesítményét, a következő időszakban marad a növekedési lendület, és rekordmagas lehet a bruttó hazai termék, vagyis a GDP növekedése az idén. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter néhány nappal ezelőtt. A tárca becslései szerint 7-7,5% közötti növekedés lehet 2021-ben. A GDP növekedés okán ugye rengeteg olyan javaslatot fogalmazott meg a kormány, ami a munkavállalókat, vállalkozásokat, akár a magánszemélyeket érinti. Gondolok én itt a személyjövedelemadó visszatérítésre, ami akár a katás vállalkozókat is ugye 150 ezer forint értékig érinteni fogja. A helyi iparkamra főtitkárát kérdeztük a GDP növekedésről és a vállalkozások fejlesztési támogatásáról. Hogyha a vállalkozások helyzetét nézzük, akkor azt azért le kell szögeznünk, hogy olyan mértékű alapanyag árnövekedés van, és energiaárnövekedés, hogy legutóbb a gépipari klaszter taggyűlésen is megfogalmazták a cégek, ez egy 15-20%-os költségnövekmény per év. Tehát van egy cég, akinek 1 milliárd forint az éves kiadása, akkor az most 1 milliárd 200 millió lesz, ebben benne van az energia és az alapanyag. És akkor nem számoltunk még a minimál bérnek a növekményével, ami ugye most 200 ezer forintra nő. Ez pedig húzza maga után a béreket, ezért bértámogatást fog bevezetni a kormány, a főtitkár szerint. Ezzel a kisebb, tőkeszegényebb vállalkozások helyzetén javíthatnak. Rabszabolcs azt mondja, a GDP növekedésünkkel Európában most a legjobb 5 ország között vagyunk. A főtitkár szerint a jó teljesítmény mellett is támogatni kell a leszakadó perifériákat. Ilyen például Baranya megye is, ahol a gazdasági fejlesztéshez külön források kellenek.